A kormány a tegnapi ülésén a járványügyi helyzetet értékelte. Magyarországon azt látjuk, hogy az elmúlt heti adatokat figyelve, mondhatnám azt, hogy a tegnapig rendelkezésre álló adatokat figyelve, az új fertőzések száma 3000 és 5000 között volt, ami azt mutatta, hogy a fertőzés szám az mérséklődik, vagy legalábbis nagyjából konstans adatokat mutat. Tudtuk azt, hogy ez a szám változni fog, hiszen megkezdődtek a tömeges tesztelések. Ez nem csupán a különböző hivatásrendek, a védekezés szempontjából kulcsfontosságú hivatásrendek tesztelését jelenti, hanem azt is, hogy lényegesen több antigén tesztet is most már használunk. Ennek köszönhető az, hogy a mai adatok a fertőzés szám tekintetében lényegesen magasabbak. Ezt a kormány a jövő héten, tehát amikor a magasabb tesztelés, több tesztelés miatti magasabb fertőzés számot a jövő héten értékeljük, akkor tudjuk azt leszűrni, hogy ez a fertőzések terjedésének gyorsulását mutatja, vagy pedig azt, hogy egyébként egész hivatásrendeket tesztelünk. Azt is szeretném jelezni, hogy a különböző hivatásrendek tesztelésének eredményeit a kormány egységesen is nyilvánosságra fogja hozni, tehát a pedagógusok teszteléséről, a szociális intézményekben dolgozók, az egészségügyi intézményekben dolgozók teszteredményeiről valószínűleg a hétvégén tudunk egységes számokat mondani. Ezért a kormány úgy döntött, hogy az eddigi intézkedéseket tartja fenn, és a jövő heti kormányülésig ebben változás nem várható.